Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kovács Tamás, kortárs művész, és mindjárt megtudják, hogy miért foglaltam így egyszerűen össze, hogy kortárs művész. Szép jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy bejött hozzánk. Nehéz eldönteni, hogy ön szobrász, képzőművész, vagy mi is tulajdonképpen. Segítsen nekem, vagy egyszerűen egy judai katonár. Elsősorban szobrásznak érzem magamat, és vallom magamat, de ugyanúgy grafikákat is készítek, tehát grafikus művésznek is, szakmai szervezeteknek szinte mindegyiknek tagja vagyok. Dönts el mindenki a dolgaim alapján, hogy minek tart. 2017. 5. hónap 16-án a 7. kerületi erőműházban őscsaládi kiállítást nyitottak, és a háttérben mindjárt kollégáim betitik is majd az eseményről készült beszámolónkat. A kiállításon ön, mint a családfő, mellett vendége volt Tundó Klára, fotóművésznő, aki nem más, mint gyermekei édesanyja, kedves felesége, és egyik fia is Kovács Mihály Mór. Akkor kezdjük talán a gyermekkel, mivel is foglalkozik a fia Kovács Mihály Mór? Fontos megemlítenem, hogy két gyermekem van, ő a második szülött fiam, az első szülöttről szeretnék azért szólni először, mert ő az, aki... Mert a zsidóságban ezt így illik, hogy az ember először első szülött. Nem beszél. Ezért, hanem azért, mert ő tartja a földön a három lebegő művészt, és azért, mert háttérszerepet vállal, ezért András ugyanolyan fontos tagja a családunknak, ő villamosmérnöki karon tanul. A kisebbi... Hát ő az, aki visszatartja a lebegő családot, a művészeket? Hát az elszállástól, az elrepüléstől. A kisebbik fiam a Mihály Mór, én csak Misunak hívom, ő most érettségizik a kisképzőben, és fölvételizik a Képzőművészeti Egyetemre, szobrászszakra. Róla annyit el kell mondanom, hogy úgy jelentkezett a kisképzőbe, hogy az utolsó két hétben döntött el, hogy ő szobrász akar lenni, és 350 emberből a második legjobb fölvételit írta, tehát se apukának, se apukának, se anyukának nem kellett az ügyben egy lépést se tenni, hogy őt fölvegyék. Tehát genetikailag egy ős tehetség a gyerek? Ha azt veszem, hogy édesanyámat és rajztanárként, matek, kémia is rajztanárként definiálhatom, illetve a család felmenői között is van több elfajzott, de főleg zenész, és akkor igen, azt merem mondani. De akkor szerintem azzal kéne kezdeni, mert ugye azért a családfőnek is kiáll a tisztelet, hogy édesapja viszont eltartotta ezt az egész művész családot, hisz ő orvos volt, és általában gyermekéleteket mentett meg a legtöbbet. Igen, erre büszke is vagyok. Tehát az már egy művészet és egy küldetés. Ez így van. Küzdeni a gyerekek életért. Munkássága nagy részét, ha jól emlékszem, Szegeden töltött el. Az első 20 évét töltötte Szegeden a gyerekklinikán, majd utána a megyei főorvos lett Egerben, Heves megyében, és ő vezette a gyerekosztályt. És egészen hogy, 89-ig. És hogy jött önnél a művészet? Tehát hogy nem lett tanár, és hogy nem lett orvos? Fekete bárány vagyok. Mindenki tiltott a zenitől, mert ők nagyapáig mindenki első hegedűs volt. És akkor mi legyen a Tamás? Hát fekete bárány képzőművész. És sok-sok képzőművész és sok-sok tanulás után hogy keveredett az Orzsére, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemre? Meghalt az egyik munkaadóm egyik pillanatra a másikra, és nem tudtam mit kezdeni magammal, mert addig összefolytak a hétköznapok, ünnepnapok. A feleségem a családdal volt 14 évig, így vákum keletkezett az életembe. És úgy gondoltam, hogy a life learning az fontos az ember életében, és ezért
Ez és akkor váltott egyet, és elment igazi zsidónak, ami annyit jelent ómagyarul, hogy elkezdte a szombatot tartani, a szombaton együtt lenni a családdal, és normális zsidó életet élni, és elkezdett tanulni, hisz egy jó zsidó holtáig tanul. Így van. Az Orzsin eltöltött évek alatt nem egy egyszerű hétköznapi diák volt, hanem még a HOK elnöke is lett. Hök, akartam mondani. Igen, ez a hallgatói önkormányzat, ez olyan volt, mint egy kis belső társadalom. Szeretek szerepet vállalni az emberek, a közösségek életébe, és ez egyenes út volt a HOK irodához. De ön szerepet vállal a kortárs művészek életébe, és mondja el, gyorsan sorolja föl, hogy milyen szervezeteknek a tagjai. Hát Magyar Szobrásztársaság, Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, Grafikus Művészek Szövetsége, Művészeti Alap, és még számos kisebb. És ennyi társadalmi munka mellett, és tanulás mellett, és családfenntartás mellett, hogy jut ideje a művészetre, vagy ezt alvás helyett műveli? Nem, a Jóisten adta, hogy mindig ezen járjon az eszem. Mennyire nehéz zsidó szobrászművésznek vagy grafikusnak lenni, hisz ahogy elnézem a műveit, ön betartja a 10 parancsolat ide vonatkozó részét általában. Ez kedves kérdés, de erre könnyű válaszolni, mert sokat beszélgetek Passuth Krisztinával, aki annak idején az ELT-n a művészettörténet tanszéket vezette, és ő tett föl nekem egy kérdés, hogy óhatatlan az, hogy egy zsidó művész modern művészé váljon, és elgondolkoztam rajta, igen, azt hiszem, mert az elődökre gondolok, akár Kandinszkire, Liszickire, vagy az orosz konstruktivistáknak, akikhez nagyon kötődöm, a nagy neveihez, sok-sok közülük zsidó származású volt, és az abstrakció az egyenes út volt a tanulmányok befejezése után. A magyar vonatkozásban elég két nevet említenem, Moholy Nagy László vagy Kepes György. Mit mond önnek, ha azt mondom, hogy játék az alefbéttel, a héber betűkkel? Közel 38 éve vagyok a pályán, és a szobrászatomban eljutottam ahhoz, hogy a héber betűket megfogalmazzam alapelemekből. És így meg elkészítettem a héber ABC összes betűjét. Hát sokan le tudják írni a héber ABC-t, és az önmagában már egy grafikus igényt igényel az embertől, hogy szépen írja le, hisz ezek tulajdonképpen betűképek, aztán szóképekké válnak. Mégis mi a különbség az ön héber betűjé és az általában írt héber betűk között? Hogy önálló életet kezdenek élni? Hogy visszatérjek a folytonossághoz a körgyűrűn keresztül. Alapeszközként a körgyűrűt használom, azt különböző cikkekre vágom és térbehajlítom. Ahogy a héber betű egy négyzetes, tehát kvadrátos, ha térbefordítom, akár egy kocka vagy akár egy gömb. Az én szobraim ebbe a kockába, illetve gömbbe beleírhatóak virtuálisan. Tehát a körgyűrű, ami a folytonosságnak a szimbóluma, az oly módon alakítja ki a betűképeket, egy körbejárató szobor alakú, szoborokká avanzsálva a betűk, hogy egy hengerre, egy embert formázó kúpra hajlítom rá a fémlemezeket. Tulajdonképpen a tudnilik-millik szerint úgy kellett volna csinálni, hogy először Tundo Klára fotóiról beszélünk, hisz ő a család anyja, és ő fotóművész. Mit kell ő róla tudnunk? Elsősorban legfontosabb mondatnak tartom azt, hogy a lelkek keresik egymást, és nagyon ritka az, amikor a két lélek megtalálja a világban, a valós világban egymást. Mi olyannyira megtaláltuk, hogy még a nevünk is tükörképei, hisz tudjuk, hogy a tükörszámoknak is sok jelentősége van, még a nevünk is tükörképei egymásnak. Éppen egy alkotótáborban mondtam egy barátomnak, hogy az a lány lesz a feleségem. Ez 7 éven bekerült, hogy ezt
ez a dolog megtörténjen. Lehet, hogy nem udvarolt elég aktívan? De csak háromszor kidobott az anyósabb, tehát ezért történt hát a hét év. Ha valaki be akar térni zsinónak, azt is a rabbi vagy háromszor kidobja. Úgy látszik, az anyós erőpróbát gondolt, hogy biztos akart lenni benne, hogy mennyire akarja a lányát. Hát Isten nyugosztalja, erről bár nem aktuális erről beszélni. Majd, ha egyszer találkozunk vele, és ha megindul a Heti TV fenti kávéházbani adásait, akkor majd értesítjük a nagy közönséget. Beszéljünk akkor a fiáról, aki most érettségizik, és mégis jelentkezik a művészeti egyetemre, de ő most még mint gimnazista, mint kisképzős, már egész szoborcsoportokat tudhat magának. Ez azért van, mert kitúrja a papát a saját műterméből, vagy miért? Nem, hanem olyan szorgalmas, mint az édesapja, olyan okos, mint az édesanyja, és olyan tehetséges, mint a testvére. Húha! Ezt jó, szeretek erről beszélni, mert számomra a Dorvador, a nemzedékről nemzedékre, a folytonossága a világ elsődleges dolga. Dorvador, mi Dorledor. És a fiatalember szerintem a kortársait meghazudtoló mennyiséget dolgozik. Van, amikor napi 20 órát. Azt se tudom, hogy mikor alszik, és megérdemli azt, hogy kiemeljük azt, hogy megérdemli azt, hogy kiemeljük a szorgalmas emberek között. Megszállottja ő a szobrászatnak? Igen. És akkor... Alberto Giacometti, vagy Modigliani, egy csomó olasz előd van, aki a nagy szerelmei közé tartozik. Az embereknek általában vannak terveik. Van, amit már letett az asztalra, van, amit már bemutatott a kiállítótermekbe. Ha azt kérdezem, hogy mi lesz önnel 5 év múlva, milyen kiállításon dolgozik, mi az, amit el szeretne érni, akkor mit válaszolna? Hát, ha jó Isten megadja, hogy életek még 53 évet, tehát még annyit, mint amit eddig éltem, akkor... Nem is kis igényű. 106 esztendőt, nem kicsit túl sok az? A 104 is elég jó. Na jó, üssek ő legyen. Hát a 120-hoz képest azért egy hát igen, mert azt szerény, mondani, szerény igény. 120 esztendeig éppen és egészségben, igen. Szeretném a elkészült nagyméretű héberbetű szobraimat bemutatni az egész világon. Szeretnék egy világkörüli kiállítást csinálni. Mi tartja vissza ebben? Nincs kedvem még hozzá. Nincs még kedve hozzá. Természetesen ahhoz, hogy szobrászkodhasson, ez sok alapanyagba kerül. Mivel foglalkozik hétköznapokon? Hát hétköznapon is alapanyagokkal foglalkozom, de mezsdiák vagyok. Azaz liturgiai felügyelő. Vallási felügyelő egy kóser konyhában. Abban a kóser konyhában, ami fél Budapestet ellátja, a diákokat, a kórházakat, az öreg otthont, és azokat, akik rászorulnak kiváló minőségű kóser élelemmel. Mi a feleségének a vágya? Ő mit szeretne még lefotózni? Vannak ennek ilyen... Hosszabb időt el szeretne tölteni Toszkánába. Toszkánában annál is inkább, mert a nevéből ítélve ő is ugye az olajbogyó termelők között, és ott Toszkána környékén nem csak szőlőt, hanem sok-sok olajbogyót is termelnek. Igen, és mindig süt a nap. És mindig süt a nap, és gyönyörűek a fények, és nagyon jól tudja az ember érezni. És maga is szeretné elkísérni őt Toszkánába? Természetesen. És a család többi tagja? A világba. A világba. Kedves nézőim, kell lennél jobb hétkezdet? A Pirkadat, a Heti TV politikai magazin műsorjában hétfő reggel egy művésszel, egy művész családdal kezdeni, akik tele vannak reményekkel, jó életérzéssel, imádják a színeket, szobrokat, képeket, grafikákat készítenek, sőt, fotókat is, és a család negyedik tagja oda köti őket a földhöz, hogy ne lebegjenek túl. Köszönjük, hogy minket választottak, most előzetesek, és már is jövünk tovább a Pirkadat reggeli magazin műsorral. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen.